Dombóváron a József Attila Általános Iskola tanulóinak műsorával vette kezdetét az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezése. Az iskolások felelevenítették az események legfontosabb pillanatait, eseményeit, helyszíneit. A tér megtelt fiatalokkal, mindenhol izgatott egyetemistákat láttunk. Egy hallgató fellépett a szobor talapzatához és beolvasta a fiatalok pontjait. Sinkovics Imre elszavolta a nemzeti dalt. Csak úgy zengett, hogy esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A megemlékezés szónoka Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke volt, aki többek között arról beszélt, annyi idő, 33 év telt el már szabadságban Magyarországon, mint amennyit előtte a szovjet befolyás alatt kellett élni. Most 66 év távlatából az 1956-os eseményekre gondolunk, Góliát, Dávid és Góliát harca jut eszünkbe. Megjelent ugyanis egy behemót zsarnok, nem túl okos, azzal az igénnyel, hogy szolgálva alárendelté tegye az Isten magyar népét. Meg volt győződve, hogy senki nincs ebben az országban, aki kimer állni ellene, de tévedett. Kicsi népünk, legalábbis a behemóthoz képest kicsi, nem hátrált meg. Kiállt az óriás elé és elmondta, hogy szentül hisz a szabadságban. És ha időben, térben, és egyáltalán az emberi felfogás szempontjából lehetetlennek tűnt ez a vállalkozás, tudjuk, hogy a reménység nem szégyenített meg minket. Ebben az évben értünk el oda, hogy már annyi ideje lehetünk szabadok 1956 után, amennyi ideig még elfojtották bennünk a szabadság iránti vágyat. 1956 után még 33 évet kellett várni, nap mint nap hallani a zsarnok fenyegetéseit, de végül a paritjakő mégis homlokon találta, és fejét vették, és megtört a zsarnokság. Arról is szólt, a határon túl Kárpátalján élő magyarság ma hasonló eseményeket él meg, mint mi 1956-ban. Két oldalról is szorongatják őket, egyrészt mint kisebbség, el vannak nyomva ukrán részről, másrészt pedig nap mint nap azzal kelnek, hogy szirénák jelzik a bomba veszélyt orosz részről. És nekünk kötelességünk volt, és teljesítettük is ezt a kötelességet, hogy az elmúlt időszakban segítettük őket, dombováriak is segítették őket, nagyon sok segélyt vittünk oda, egész Tolna megyéből, egész Magyarországról, és befogadtuk őket, hogyha menekültek, és nem csak őket, hanem részt vettünk Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius akciójában, és ebben a dombováriak, Tolna megyek is részt vettek. Az esemény zárásaként a város civil és társadalmi szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit a dombovári 56-os emlékműnél.